Nagytalcsán április 24-én a helyőrségi művelődési otthonban a népviselet napjával folytatódott a Tájházak napja rendezvénysorozat. Kézműveskedni itt is lehetett, sok érdeklődőt vonzott a makramé ékszerkészítés Dobos Mariannal, valamint a motivumrajzolás, ütőfás mézes kalács szív készítése Seregély Mirtillel. Győriné Kovács Andrea, a Falu Múzeum vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elsőként a Tranoscius énekekről hallhattak érdekességeket a vendégek, Győri János nyugalmazott evangélikus lelkésztől. A nagytacsai lakosok, az evangélikusok azért nem az idősebbek emlékeztek, tehát a nagyszülők a Tranosciusra, mert itt annak egy magyar változatát vezették be. Tranoscius, az a énekeskönyv, az a részcsatos, mint itt láttok a filmen is, aztán később már vékonyabb kiadásban is kell, gótbetűs volt, tehát ezek az asszonyok, férfiak, mint tudtak gótbetűt olvasni, és úgy énekelték ezeket az énekeket, ezért a vastag énekeskönyv volt, körülbelül 1000-1200 ének volt benne, és nem kevés ének volt, amely 12-15 versszakos volt, de majd erre még visszatérek. A Tranoscius énekeskönyv a nevét Tranoszki Györgyről kapta, aki Littó Szent Miklósi lelkész volt, és 1636-ban adta ki ezt az énekeskönyvet, és én lekerültem mégis Csabára, ahol megismerkedtem ezzel, és ott nagyon sok érdekes dolog jött ezzel kapcsolatban elő, ezzel az énekeskönyvben. De hadd mondjam el, hogy Nagytarcsán 1930-ban a Szarvasi Szlovák Gyülekezet kiadta ennek a magyar változatát, míg Nyíregyházán, ahol szintén nagy szlovák evangélikusság lakik, lakott is, ott egy Viatorisznó József nevezetű kántor lefordította magyarra, és szinte ugyanolyan kiadásban kiadta, majdnem ilyen csatos lehetett volna, az is ilyen vastagban, a Tranosciuszt. Viszont a szarvasiak, éppen a múlt héten találkoztam a Szentendrei gyülekezetben a Partos, elfejtettem a keresztnevét, a Partos, nem tudom, ilyen szarvasi lelkésszel, a szarvas énekeskönyvben meg lehet nézni a szerzőt, ha van itt valakinél. Ez a Partos Pál. Partos Pál volt, és a Partos Pálnak a vezetésével megszerkesztettek egy csodálatos énekeskönyvet, amit Pest megyében, különösen is a Pest megyében Nagytarcsa, Csöbör, Nográd megyében, Ősagát, Felsőpetén és a többi ilyen gyülekezetekben elterjedt ez az énekeskönyv, aminek szenzációs a tartalma. Megmondom, miért kell erről beszélni. Azért, mert Dedinszky Gyula bácsit láttuk itt valamikor, aki nagy néprajz kutató volt, több állami elismerést kapott a 70-es években a kutatói munkájáért, a Békés Csabai lelkészként ment nyugdíjba, és ő foglalkozott a Tranosciusszal, a Békés Csabai Tranoscius tárban, múzeumban, még azt nem mondtam, hogy a Tranosciuszt 300 év alatt, mert 636 és 936, tehát a 300 évfordulóra jelent meg a szarvas énekeskönyv magyarul. Ez a 300 év alatt 172-szer adták ki. Ezt követően Győri Gábor, szintén evangélikus lelkész és felesége Tóth Katalin, valamint Szlukáné Lídia énekeltek egy Tranoscius éneket, előbb Tóth, majd magyar nyelven. A következőkben a nagytalcsai hagyományőrző néptánc egyesület Vencsok asszonykórusa lépett a színpadra.
Ugyancsak nagy sikert arattak fergeteges táncaikkal a Rozmaring Néptánc Egyesület fiatal tagjai.